Itt vagyunk szilveszter előtt, pár órával, december 31, 2020, ami egy nagyon izgalmas és teli eseményekkel dús év volt. Fordulatokkal. És pont ez a kiállítás valahogy erre a napra lett beállítva, de az, gyakorlatilag az egész évünk egy ilyen, nem is tudom, hogy mondjam, Nostradamus, vagy ilyen kísértetes, mert az év elején, az elején foglalk a latrok lépés, aztán az Jean-François Lépás a zombi, és akkor indult ez az egész folyamat, és nem tudom azt mondani, hogy mi kezdtük ezt az egészet, inkább távol-keleten kezdődött a dolog, de tényleg egy nagyon idérces és kísértetés volt ez az egész dolog, illetve ez a kiállítás, amivel zárjuk ezt az évet, pont talán erre az egész évre utal, hogy forduljunk magunkba, nézzük meg azt, ahonnan jöttünk, ahol éltünk, ahol felnőttünk, legyünk jobban kapcsolatban a természettel, és egy nagyon érdekes címe van ennek a kiállításnak, Major Ákos munkáját látjátok, apa csavarog, mert hogy apának, mármint Ákosnak kell neki is egy kis idő, mikor csak saját magára koncentrál, és az ő fotográfiára, és arra a térre, vagy arra a világra, ahol ő felnőtt. És ezek a munkák, amiket itt láttok, azok a Paks, meg Paks környéke, ahol Ákos felnőtt, és ezek azok a pillanatok, mikor ő is el tud egy kicsit így csendülni, vagy egy kicsit így nyugodtabban lenni, csendesedni, rákoncentrálni a természetre, és akár megtalálni saját magát. Nem véletlenül szintén fekete-fehérek a képek, ami szintén azt szugerálja, hogy jobban oda tudunk figyelni a részletekre, és nem a színek dominálnak, amiben minden nap benne vagyunk ebben a szín zajban, és mélyebben tudunk így a gondolatokkal foglalkozni, mint mikor minden nap mindenféle reklámfelületet vagy az utcán a színeket látjuk. Annyit szeretnék mondani, hogy ez a kiállítás is a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jött létre, mint az előző két kiállításon, Bóg Stéka és Barka Máté kiállítása. Ahogy annak ellenére, hogy egy nagyon-nagyon nehéz év volt, elég sok mindent elértünk, és igyekszünk, hogy a jövő év, a 2021 még gazdagabb legyen élményben, de más szegmensben is. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok velünk, és ez a kiállítás február 27-éig tart, úgyhogy elég lesz bőven idő meglátogatni. Köszönjük szépen, hogy itt vagytok, és akkor kocsincsunk a új évre!